Szép estét kívánunk, tisztelettel köszöntjük a Sporttelevízió egészen pontosan a Sport 2 nézőit. Jön az esti program a Darts világbajnokság mai napjával, a karácsony előtti utolsó forduló. Ugye aztán 3 napig szünet, és aztán 27-én folytatódik majd a... Vagy folytatódnak majd a küzdelmek. Vereckei Lajos is köszöntöm, csak úgy, mint délután. Szép estét kívánok én is a kedves nézőknek. Káprázatos meccseken vagyunk túl a délutánt illetően, és hát minimum ugyanilyen jó, és talán előlegezhetem azt, hogy komoly színvonallal is bíró találkozók következhetnek, hiszen színpadra lép többek között Dave Chisnall, Gary Anderson vagy Peter Wright, úgyhogy így van, és a másik oldal se felejtsük el, így van, az ellenfelüket. Igen, vagy hogy ez jó 3 mérkőzés legyen. Chisnall, Jeffrey de Zwannal, Gary Anderson, Ryan Searle, míg Peter Wright Sergio Asadával mérkőzik a továbbjutásért. Így van, és mielőtt elkezdenénk a programot, szeretném még gyorsan itt a nyereményjátékot ismertetni, hiszen mint minden nap most is készülünk vele, és a PDC Hungarian Fan Club Facebook oldalán megtalálható továbbra is a kérdés, de természetesen mi is itt most elmondjuk, hogy a mai nyereményjáték kérdés íme ki is van írva. Melyik évben nyerte meg a World Cup of Darts versenyét az Anderson-Wright páros, tehát a Gary Anderson-Peter Wright kettős a nyereményjátéknak ott az e-mail címe, és az elérhetőségünk természetesen a Facebookon, továbbra is a Sport 1 TV oldalon elérhető, és a 3 mai főszereplő, kiemelt főszereplő képével egy poszt került ki. Ott várjuk a kérdéseket, és akkor jöjjenek a bevonulók. It's time to meet the players. The winner of 2 PDC ranking events, a World Match Play semi-finalist, the Black Cobra, Jeffrey de No, hát akkor... belecsapunk a karácsony előtti utolsó programba, utolsó 3 meccsbe. 7 meccset játszott egymással eddig Chisnall és Jeffrey de Zwan, és
Hát a helyzet az az, hogy Jeffrey Lezza jobban áll. És az nem picit. 5 meccset nyert. A holland is csak 2 Dave Chisnall. Ráadásul a legutóbbit azt de Gibraltárban egy de Gibraltár Darts Trophy összecsapáson 6-5-re, tehát nagyon kis különbséggel. Úgyhogy világbajnokságon először találkoznak egymással, hogy nagy kérdés, hogy mit hoz majd ez a találkozó, vagy milyen játékot. Hát igen, de azért én azt gondolom, hogy az eddigi játék alapján, és amúgy az előzetes sem mutatott teljesítmények alapján is, egy hangyányival én úgy érzem legalábbis, hogy Dave Chisnall az esélyesebb ezen az összecsapáson. Természetesen Jeffrey Lezza mutatott már olyan mérkőzéseket, amivel azért meg tudott győzni minket a jó játékról, hiszen ugye a 23. kiemeltként elbúcsúztatta azt a Denin Youngot, aki honfitársát Raymond van Barneveldet búcsúztatta, tehát nem jött létre itt a holland rangadó. Dave Chisnall pedig ugye a remek kis 18 év alatti játékos Kimberit búcsúztató Vincent van der Fortot verte ki 64 között, szintén nem rossz játékkal, úgyhogy valóban egy ilyen kicsit kiegyenlített erők küzdelme, de mégis nálam legalábbis egy kicsit Csizi felé dől a mérlegnyelve, igen, de Decván azért produkált már olyan tornákat, hogy bebizonyította, hogy hosszú meccseken is jó formában tud teljesíteni, úgyhogy abszolút lehet ebből még egy jó kis parázs összecsapás, mint ahogy délután volt részünk azért belőle, hiszen a Humphries féle győzelem az parádés volt, de és az Edri, de az minden felül volt. Micsoda pekje van Csizinek benne a triplába, és a második nyíl kiüti, nem csak hogy kipattan, hanem még kiüti azt a nyilat is, ami benne volt a táblába, és bedobja a triplát harmadikra is. Az igen. Nem akart semmi más, csak leelni kiszállóra egyébként. Érdekes mutatvány volt, 167, és most egyből problémába is kerül, mert nagyot dobott Decván. Viszont így megjöhet a kiszálló dupla 14-en, nem találja el Csizi. Amivel Vincent van der Fortot egyébként ki tudta ütni a versenyből, az legfőképpen a duplázása volt Csizinek. Jaj, micsoda kiszálló 103-ra, és majdnem bedobja Decván. Ez kemény lett volna egy tripla egyes kerekítővel nyit, és akkor kiszáll 100-ról 2 nyillal. Továbbra is dupla 14 Csizinél. Nagyon közel van, de betakar a nyíl, és ki kell állnia. Bedobja a harmadik nyíllal. Decván kezd. Leváltásból csak a tripla hármas jött. Most jól jön Decván. 100-as. One run on one. 101-jel. Próbál kapaszkodni Chisnall. Decván két triplával 180-at bedobja. Az első a mérkőzésen. Le vagyunk egy kicsit maradva a tavalyi rekordhoz képest. Nap végére 500, mit mondtál? 97 hetet kellene. És 5.45-nél járunk most, tehát van még mit behozni, és közben egyenlített Decván, igen. 140 az 59-es kezdésre Decvántól.
58. Nem jön tripla Decvántól. Most Csisznál előtt itt a lehetőség, hogy komolyabb előnyt harcoljon ki magának. ...140-nel meg is próbál ellógni. Megy utána a Decván. Pici előny még mindig a hollandnál ebben a legben, és Csizi kezdett, és rosszul folytatja. Triple egy után, egy 19-es, de aztán korrigál. Igaz, kiszállót nem sikerült hagynia. Decván meg egy 170-nel leporolhatna. Könyörgöm, megint visszaütették azt a rendezőt, akinek fogalma nincs, hogy hova kell dobni. 128-62-re érkezik Decván. Az jó, tripla 10, dupla 16. Bedobja. Elveszi Csizi kezdését, és ezzel 2-1-re vezet Decván. Hát az első szettért. Egy tripla. 100-as. Jön a tripla a Csizinél. Gyorsan hátrányban találta magát Dave Csisznál. És most meg nem jön a tripla Decvánnak. Vissza tudja-e hozni az elveszített bréket Csisznál. Jön a két tripla. 140. Ez nagy lépés a szett győzelemért. Na most jön a két tripla. 121, így nincs kiszállója Csizinek. Ez hiba. Decván meg lerakhatja magát, már pedig 57-re levált, nem jön. De így is 78 marad. Ez egy szektorhiba. Rosszul kezdi Csizi ezt a kört. Jó. Kiszálló 78-ra. Sima. És a dupla 20. Az első szettér nincs meg. És kell a bravúr Csisznától, 139. Nagyon sok 100 fölötti kiszállón volt délután egyébként. Igen, minden partiba szinte. Rengeteg volt. Föl is ugrott 132-re a 100 pluszosok száma kiszállóé. Bedobja. 1-0. Gabriel Decván éltet az első játszma. Az est első meccsén. A jókedv határtalan. Úgyhogy, de ez így is van rendjén. Rövidesen mi is folytatjuk. Egy nullára vezet Jeffrey Decván. Igen, és hát az a döbbenetes, hogy óriási különbség van egyébként körátla. Hát ez az 86,16 Dave Csisznál, 101,6 Jeffrey Decván. 50%-os kiszálló a hollandnál, 25% Csizinél. Még az első 9 nyílas átlagban is van 10 pont különbség Jeffrey Decván javára. Úgyhogy meggyűlhet a baja Dave Csisznának Decvánnal, hogyha ez így folytatódik. Itt vannak a különbsége.
Igen, hát ez elég nagy. Pontosabban a különbség. A különbségek nincsenek. 140. Most jön a tripla Csisznánál, meg még egy. És itt 180-nal. Russ Bray hangját. Hát igen. Vissza. Nehéz összekeverni bármilyen más bele, hanggal. Hallgatjuk majd őt, legalább mondjuk ez megmarad valamennyire. Ezt hogy bírja a hangszála, azt egyszerűen is értem. Ezt én sem. Egyébként. A szerencsére bírja. 170 nem jön. És nem mérges, mert nyilván szeretné, ha jönne, de nem jön, és... Két tripla 19, ez zseniális. Most viszi magát 36-ra ezzel, nézzük a 122-t, a tripla 18 egyszer, kétszer! Ho! Oh, majdnem megviccelte. Na nézzünk egy csizi kiszállót. Be is dobja. Méhészek. Gondolom én. Nem? Most nem mész oda? Na olyasmi. Olyasminek tűntek. Hatvanas kezdés. Ott a tripla. 100-as. Jeffrey de Zwan-tól. Tripla ötös. Még egy. 50 pont mindössze. Mi érkezik. És 140 a válasz. De Zwan-tól. Most nem jött tripla de Zwan-nál, de mindig előnyösebb helyzetben van, mint Dave Csisznál. Nem jönnek a triplák Csisznának. Annál inkább de Zwan-nak. 64-et hagy magának. Na nézzük a 64-et. Bedobja. Visszavette azonnal. Egy-egy. Szép kétnyilas megoldás. Na, hátsó pályám. 180! Százharminchét, ez se rossz. Na, nézzük a negyedik nyilat. Ja, ma a délutára is jutott majdnem egy. Jaj, ne is mondd. Terem ez már nekem a harmadik ezen a VB-n. Nekem a második, amikor Nikó Kurz volt egy. Van, azt hát... együtt csinált? Igen. Szerintem igen. Az, wow. Ő is, és Webster is ma a dupla 12-t rontotta. És volt egy Adrian Lewis nekem még pluszba. Ez Lacival. Remlékszem. A húlt nem találja el de Zwan. 140 érkezhet Csisznától. Ilyet is lát.
Megvan. Ugye két duplával oldotta meg Darren Webster délután. Csizi a két triplásra ment rá. Dupla négy. Bedobja. 2-1-re vezet de Cwan. És mindössze egy legre attól, hogy 2-0-ra vezessen, ami egyáltalán nem biztos, hogy jó jel neki egyébként. Oh. 177-es kezdés csiszlától. És a 2-0-ról nem sikerült tovább vinni, azonnal legalábbis, hanem nem? Visszajöttek általában. Igen. De Luis is visszajött, a Nico Kurz is visszajött. Hogy volt? Azt nem sem emlékszem. Ho-ho! Hát ez hihetetlen, hogy állandóan kiütögeti a nyilait. Ez most már tényleg idegesítő. Hát és ráadásul mi esett ki, ugye? Azt se felejtsük el, hogy a tripla természetesen. 96. Alatta. A tripla 19 az jó. 96. Szóval, jön be 25-be, igen. Várható volt, hiszen 76 után 195-re csak búra dobhat, de mondom, valószínűleg nem kifejezetten bent van. Dárcos az illető, aki rendez. És marad a dupla 14 neki. 170-re Decván befejezheti a szettet, nem fogja. De olyannyira nem, hogy triplát sem tud dobni. 58. Az érték, és akkor itt a dupla 14, opa, dupla 7-et kell, az kívülről van. Bedobja, 2-2. Most meg Decvánnak kezdése az fontos lehet, 96-tal kezd. Premier League állomások, február 6-án kezdődik Skóciában, Aberdeenben, aztán pedig jelzett dátumok és városok, illetve helyszínek. 100. Nem mer oda dobni. Jaj. Szinte. 135. Most hátsó pályán igyekszik Csizi. És hogyha nem dob triplát, de Cwan már pedig nem dob triplát, akkor most azt jelenti, hogy egy kicsit talán jobban áll, még akkor is, hogyha értékben de Cwan előrébb van. Ó, így meg pláne. Ne szól-e? 99. Vállalta. 167. Oh. Az most nagyon rossz kanyar, igen. Csisznál. Elszalasztott lehetőség Decvántól, mert le. Csizi. De nem kell, meg 99, vagy 199. Ó, oh, jaj, ez de rossz, amikor már benne van a fejébe. Már benne van a fejébe, hogy kipattalhat, és ezért inkább nem dob oda. Ez nagyon nem jó. Nagyon nem jó. Szép. Elbizonytalaníthatja Csisznát ez, hogy nem mer oda dobni, ha már benne áll egy nyíl, azért ez nem a legideálisabb helyzet. Na viszont most dobni kell. Megdobja a 36-ot, dupla 18. Nagyon fontos nyíl. És bedobja. 1-1. 1-1. 3-2-re nyeri ezt a szettet, ezt tudjuk például, hogy mert már kicsit azért imponáló volt, Csizi. Így van. Egy-egy tehát, innen folytatjuk.
kettő szetten vagyunk túl, egy-egy az állás. A számok tekintetében azért most már Dave Chisnallnak javult a helyzete, hiszen azért bő 10 pontos javulást tud bemutatni a teljes átlagon. 96,2, Jeffrey Detzván 99,8, egészen parádésra játszik a holland. Eddig 5 leget nyert Detzván, 4-et Dave Chisnall. 1-1 az állás. Kiszállózásban 45%-on van Detzván és 40%-on Chisnall. A 137-esre a válasz. Hmm? 140. Az is. Hatvan pont. Arra mi is várunk. 57. Jeffrey require 81. 81-ről megvan a tripla 19 és a dupla 12. Most Detzván kezd egy breakkel. Nagyon föl van adva a lecke Dave Chisnallnak. Százas. Ah. 100 pluszosokban jobb, Csiszi, meg a 180-akban is, de a 140 pluszosokban óriási a különbség egyelőre. 57. Most az egyelőre meghatározó. Na meg az átlag. Most már Detzván 100 fölött. Csiszi meg folyamatosan elégedetlenkedik a dobásával. 140 Detzvánnak. És izzad ő is történetesen. Hát meleg van a színpadon, az biztos. Nagyon jó. 180. És egy újabb 180. 3-2 arányban vezet Csizi ebben. Ú, és a 154 majdnem megdobja. Az igen. Detzván 2-0-ra vezet ebben a szetben. Hatvan. Hmm. 140 Chisnalltól, na. Most talán beindulhat. 57. Most meg nem jön a tripla. Százas. Kettő húszra. Chisnall jön a tripla 20-as, alá dobja, 120 marad. Chisnall
Hú, Decvánnak most nagyon jön, 140-en nincs kiszállón. Legalább rádobhatott volna a 19-esre a harmadik nyillal. Ah, 60 jön Csisznától. 159-en kiszálló. Igen. Ami az már viszont nem segített a dolgom. 22-t hagy magának. Egy a sima feketébe, és a dupla 20, most már nem a 10. Jön, dupla 10. Na, tényleg nehezen találja a szerkesztő vagy a rendező. Délután már mintha lett volna egy kis javulás, most megint botrány. Dupla 11, bedobja, hát ezzel elviszi a harmadik szettet, sima 3-0-ra. Jeffrey Decván. Ugye most nincs pihenő, most nyomnak még egy szettet, és aztán utána... Így van, a negyediknél mennek. A negyediknél elmennek. 102,2-es átlagon van Jeffrey Decván, 53%-os kiszálló, 15-ből 8. Csisznánál 96,5-ös körátlag, és 30,7-es a százaléka a kiszállójának. Na. 180-nak, ez hát csopa. Hatodik a meccsen, 4-2 Csizi javára ebben a mutatóban. 140. Igen, de ebben biztos, hogy a plusz 140 pluszosokban sokkal több van Decván a neve mellett. Ó, brutálisan sokkal több. 17-140 pluszosa van, és csak 5 Csizinek. Most már 6. Az átlagok. Na. Ez egy szép kerekítés volt a végére, hogy kiszálló legyen. Csizi nem fog rádobni nyilván, mert egyet nem akar hagyni magának, és nem is tud hagyni egyet. És visszakerülne 181-re. Nézzük, 152-re nincs tripla. És most Csizi brékelhet. Persze nem a szó legszorosabb értelmében. Hát nem a táncmozgásról beszélünk ilyenkor, igen. Bár ahogy dob, az néha olyan, mintha valami elektrik bugit nyomna. Dupla 18. Nem tud azért komoly előnyt kovácsolni a játékából Decván, tehát meg az átlagából, azért ezt azért tegyük hozzá. Hát komoly előnyt nem, de... Ez nyilván ez csak akkor lesz kifizetődő, ez a játék Decván részéről ezt folyamatosan tudja tartani. Most jön a tripla másodikkal. Ja, és megint kicsúszott ott az egyik. 80. Fölmerül itt, hogy a táblának a hibája lenne a sok kipattanó nyílet. Nem mindenkinek a dobás technikája fekszik ennek a táblának, hát Csiziék kifejezetten nem. De azért de akkor látjuk, hogy Decvánnak egy nyila nem pattan még ki, sőt. És ez mit jelent, hogy nem fekszik a technikája? Hát mert neki úgy érkezik be, egy kicsit ívesebben dob, nem annyira erősen, mint lehet látni, hogy Decván megsúlyítja. Megküldi, mint a... Hogy gyakorlatilag az első menetig befúródik a táblával a hegy. Most is csak azért lett 76, mert nem kipattant, hanem beledobta a másik nyílba. Borzasztó erővel dob Decván, nagyon lendületesen. Csizi meg egy kicsit ilyen íves dobást helyez el, és hogyha úgy érkezik be a hegye, akkor nem tud beleállni rendesen a táblába. Itt meg lehet lenni, fizikailag micsoda erő van abban a dobásban. Egészen határozott suhintó mozdulatokkal dobja el Decván. Nem jön a 51, de így viszont... Mondjuk ez most kipattant volna, kifejezetten a drótra ment. Ott lehet látni, hogy nyomot is hagyott a dróton, de amúgy se lett volna meg az 50 egyébként. Tripla 20, nincs meg. Az viszont szép, 36-ra marad. Na nézzük az 50-et. Kell az sima 18, de ő a 14-et választja. És így
inkább a duplát próbálja majd dobni a 18-ból. Kicsit kiáll belőle, hogy minden klappoljon, és bedobja. 2-0. Az a Wayne Mardek nagyon elszórakoztatják magukat. Hát miért ne szórakoztatni, mert jól el vannak ők. Szép. Vannak ott is ilyen párosok, akik jól el tudják poénkodni az estét. Jön a tripla másodikkal, nem, és az gyönyörű, 140. Na most meg Csizinél lehet egy sima szett, ha tudja ezt tartani. 96. Oda néz. 180. Igen. Már a hetedik a meccsen, így számítási nem csónak, akkor 551-nél járunk, és 597 kell. Na nézzük azt az 52-t. 52-re 16. Azt a csak kevés volt. Ipek hogy. Ennél pontosan. Maga biztos nagy szektor, azt szoktuk erre mondani. Pontosan nem lehetett volna a sarokba bedobni. És bedobja, 3-0. Egyenlít ugyanolyan magabiztosan a legek arányában, mint a Jeffrey Detzván tette azt a harmadik szedben. No. Javult-e valamit itt, vagy vannak-e kérdések esetleg? Hát van egy pár. Sok? Vagy egy pár? Azt mondja, hogy kérdezik itt tőlünk, hogy melyik nemzetből adják a legtöbb kiemeltet. Hát nem csak kiemelt szempontjából van a legtöbb angol, hanem természetesen az összes nemzetet figyelembe véve is 37 angol játékos van a 96-ból. A második legtöbb játékost adó nemzet az Hollandia 11-jel. És utána már csak 4-jel érkezik Észak-Írország, Ausztrália és Írország. Aztán pedig itt szépen sorban megyünk lefelé, de természetesen legtöbb kiemeltet azt Anglia adja, mint ahogy a világranglistán is, ugye ők dominálnak. Ez a két nemzet, Anglia és Hollandia, tehát ővelük lehet legtöbbet találkozni. Próbálok még, de addig is beszélünk, akkor még egyszer a nyereményjátékról, hát ha még valaki az elején lemaradt róla. És még pedig lenne a mai nyereményjáték kérdésünk, az itt van a képernyőn. Melyik évben nyerte meg a World Cup of Darts versenyét a Gary Anderson-Peter Wright páros? A megoldásokat a pdcnyeremenyjatek@gmail.com e-mail címre várjuk. Természetesen mai nap folyamán is lehet nyerni dartsozási lehetőséget a dartsuliba, lehet nyerni egy darab dartstáblát, és lehet nyerni 2 darab jegyet a péntek délutáni programjára a Hungarian Darts Trophy-nak, ami a május 8-a 10-e között kerül megrendezésre az Érd Arénában, és ez pedig a PDC European Tournak az első magyarországi állomása, az első hivatalos PDC verseny Magyarországon. És a pénteki programban zömmel, hogy tehát zömmel a pénteki programban magyarok is szerepelni fognak, hiszen mind a 4 magyar majd színpadra lép pénteken, aki bejut a selejtezőkből, vagy pedig akár a világranglistára, ez majd januárban kiderül a Q School után, meg a február elejei European Tour sorozat selejtezőiből,
hogy sikerül-e valamelyik magyar játékosnak fölkerülni a világranglistára. Úgyhogy érdemes mindenféleképpen játszani velünk. Nagyon izgalmas kis. Jól állunk egyébként a jegyeladás. Ez azért fontos, mert jó lesz a hangulat, nagyon úgy néz ki már vasárnapra, szinte teltházunk van. A szombat is már igen jó kihasználtsággal megy, és a péntek is sokkal magasabb eladási rátával rendelkezik, mint az általában a European Tour versenyeken szokott lenni. Voltam olyan németországi versenyen, a 23-an, 27-en voltak pénteken délután az egyórási sessionen, hát ezt mi azért, ez már első nap hoztuk, sőt, jócskán túl van teljesítve már most, és én abban reménykedem, hogy a magyar játékosoknak lesz annyi vonzereje a PDC színpadon, hogy megtöltjük az arénát. 2-2 a Dave Chisnall Jeffrey Detzval meccsit pedig láthattuk a délutáni első partiból néhány eldobált nyilat. Luke Humphries, a junior világbajnok ment tovább, és folytathatja majd a karácsonyi ünnepeket követően Londonban, az Ely Pelliben, az Alexander Palace-ban, majd a 2020-as világbajnoki küzdelmeit. A mai program. Gary Anderson, Peter Wright. Még. Bocsánat, mondjad? Semmi, csak mondom, hogy ez a hátralévő meccsek még. Ugye Gary Anderson játszik majd Ryan Searle-lel, és Peter Wright Seigo Asadával fog majd megküzdeni továbbjutásért. Dave Chisnall kezdte az ötödik szettet. Ó, 180! Itt az 550-edik. 96! Na még, ott az nagyon jónak tűnik. A harmadik nincs bent, 126. Így van, 126-tal Detzván. Hátsó pályára viszont előbb érhet le kiszállóra. Gyönyörű, meg is van, 100 alatt van. 87 ponton. 182-re. Elszalad az ötösbe. Ez is. 70 pont, épp hogy az is befért a 20-asba. Nem dobja be a bult. Nem sok omult. Bedobja a 112-t. Szép Chisnall. Most először vezet. Igen, és az első 100 fölötti kiszálló. Valami mérkőzésen. Ilyen kóvezetett először. Aztán milyen meccset játszottak? Annak a meccsen is a második fele volt, az ilyen 2-2, hogy ugye Luis kiegyenlített, utána indult bele a dolog. Mert ugye az, hogy Luis feljavult és küzdött tényleg oroszlánként, az egy dolog, de Darren Webster nem omlott össze. Tehát egyszerűen így van. Tolta. Hát egyikük sem omlott össze szerencsére. És azokból szoktak a legjobb összecsapások összejönni. Nézd oda! 180! 9. a mérkőzésen. 100-as. Csak 60. Van.
Death Swan 141-re, 79 ponton csinál. Megvan a két triple, és a dupla 12 nem találja el. És komoly, újabb 100 fölötti kiszálló lehetett volna. Csizi kap egy lehetőséget, hogy a 79-et kidobja. Míg a triple 19, dupla 11. Ezt írják. Ó, az az egyesben. Micsoda? Ez most... Ez egyszerűbb. Ez mi volt ez? Ez mi volt ez az elszámolás? Egy-egy. Érdekes volt ez. ...140 a 60-as kezdése válaszként Decvántól. És jönnek a triplák most Izinél is, ez is 140. Eddig jól haladnak lefelé. Köszönöm, közben jelezték, hogy rossz volt a kijelzőm, 78 pontja volt. Igen. Én meg abból indultam ki a 79-ből, ami ki volt írva. A 78-nál viszont jól csinálta, hogy 18-as a kezdet, és utána 77-re, 19-esre. 64-14 megvan, és a Bull bedobja 84-et. És most elveszi megint Csizi kezdését. Igen, bocsánat, tudom, oké, hogy Russ Bray mondta, csak közben én a kérdéseket is nézem, meg egyebek, rendben van, elfogadom, csak nagyon nehéz mindenre figyelni, hogy... De megpróbálkozom vele, hogy legközelebb odafigyelek, hogy Russ Bray mit mondott, és nem a kijelzőre hagyatkozni. Naívan azt gondoltam, hogy lehet rá támaszkodni, ami a képernyőn van, de ezek szerint nem annyira. 140-nel kezdett Decván. A következőm az lesz, hogy itt magamnak fogom írogatni a meccset. De egyébként látom, mert Medi közben üti itt a statisztika miatt, és azt látom, csak arra sem néztem rá éppen akkor. Újabb 140. Nagyon szóval többenetes különbség a 140 pluszosokban. 129. 2-21-re, Decván jól dobja a triplát. 180 a dob. Tizedik a meccsen. Már is 41 a maradék. Ez 83. A 3-2-ért. Bedobja. Bedobja. És ezzel 3-2-re vezet a szettek arányában. És nincsen pihenő. És ami, mondom most, előny, de Cvánnak, hogy ő kezd, hogyha jól látom. Így bizony. Gyönyörű átlagok. Szinte ugyanígy kezdődött az előzőleg. Igen, az ötödik szetre, és közben a mérkőzés is igen csak magas színvonalon zajlik, mind a ketten 100 fölött. De ez oda most csiszna a hátsó pályát, 180! Ott egy 180 megint. Visszadobja.
Nem, de a 140 se rossz. Kell a tripla. Most kell valami jó kis lejövetel. Hát az 56 az nem az. 128 marad, úgyhogy marad, magas. Ej, tripla 5. Sima 20. 95. 66. 128-ról Csizi. Ó, szektorhibával kezd. 17-esen jön a tripla, jön, 16 marad. 66-ra Decván. Megtarthatja az előnyét. Meg is tartja. Bedobja. Azt a minden. Az egész életében ezt csinálta volna. ...140 most Csizi kezdése. ...96. Ó, 180! Megint, már a 12. a mérkőzésen parádés. És egyből jön a 13. is. Jelt. Ó, 170, amikor nem kéne. Jön a bull. 11 maradt neki. 95-e 130. A 3 és a dupla 4 a végére. 490 pontot dobott 3 kör alatt. És bedobja a 12. nyíllal. 1-1. Itt vannak a méhészek, igen. 100. És közben egyébként föl lett hívva a figyelemre, hogy megdőlt egy olyan rekord is, hogy a harmadik körben, amikor 4 nyert szettek lejátszanak, akkor eddig 24 darab 140 pluszos volt egy játékosnak a teljesítménye meccsen belül, és most már 26-at dobja Jeffrey Decván ezzel a 140-nel, tehát ezt a rekordot abszolút megdöntötte már, és ki tudja még hol a vége, simán benne van két szett ebben a meccsben, illetve egy másfél inkább úgy mondom. Na persze, a Decván így játszik, akkor nem biztos. 81-e marad. 14. 180 a 15. is megvan. Ez a legtöbb eddig az este során. Abszolút. Messze menőkig. És a dupla 6-ot kell dobni. Be, nem dobja meg. Na nézzük a 161-et. Megvan van az egyik tripla. Dobja a 17-et és a 261-re. Bedobja! 2-1-ről! Ez hihetetlen! 341 pontról kiszáll 6 nyillal. Ott volt parádés. A kezébe Decvánnak, hogy olyan helyzetbe hozza Dave Csisznát, hogy már nem hibázhat. Csizna 161-ről megoldja, elképesztő. Milyen átlaga van, oda néz a hatodik szedbe. 100 van, és 124. Szenzációs. Szenzációs leg. Vagy szed, bocsánat. A leg is szenzációs volt egyébként, mert ez, amit dobott, mondom, ez a 341-ről kiszállni 6 nyílal, az egészen parádés. Csizi sarok volt. Igen. Da. Százas. Jaj, az egyesbe a 18 helyet, a tripla 18 helyet. Ez most nem Decván köre volt. Ez viszont 140. Már annál inkább lehet az, mert 140. Yeah.
Ez a teljes kör átlag brutális. 95. Jól, nem tudom, miért egymást szórakoztatják, amikor a marha jó meccs megy egyébként a színpadon. De gyakorlatilag a teljes közönség háttal áll a meccsnek. 70 pontra, sima 10, sima 20 és a dupla 20. És egyenlít. A 3-3-hoz nem dobja meg, de még egy köre biztosan van. Aj, de szép. Gyönyörű! Ugyanúgy 40-re maradt Decvánnak ezzel a 3 tripla 19-el, csak Csizi dobhat rá először. Aj, dupla 10! Bedobja! 3-3-3 az állás. Döntő szett. És ezt Csisznál kezdi. De itt ugye kettővel kell nyerni. Tehát itt alapvetően neki is. Ha három legen belül akarja ezt letudni, akkor el kell venni azt az egy kezdést Decvántól. Legalább. Nem? Hogy? De. Még egyszer? Egyszer legalább neki is el kell... Hát, igen, ugye kettővel kell nyerni, egy break-leg kell. Igen, tehát egy break kell Decvánnak mindenképpen, hogy kettővel tudja verni. De hát mind a kettőjüknek. Tehát mindenképpen break-leg kell valakinek. De 110-es átlaga volt a hatodik. Aki előbb megcsípi a másikat, annak lesz majd nyilván továbbjutása. Százas. Itt elő, hogy valakit ott látnak, valami játékost esetleg, vagy... Nem tudom. Száznegyven. Egészen brutális tömeget dob egyébként Decván ezekkel a 140 hegyekkel. Kérdezi, hogy mennyire lepheti meg a BDO-tól érkező játékosokat ez a hangulat. Hát azért például egy Darentet már nem fog meglepni, mert már végigcsinált egy szezont most a PDC-nél. Olyan meg nagyon ritkán jut ide, aki nyilván kizártnak tartom, hogy valaki, aki dárcozik és ide eljut, az nem látott még ilyen versenyt. Hogy 177, 36 a maradék. Tehát azért nagyjából tudják, hogy mi vár itt rájuk. A játékosok annyira nem lepi meg őket, sőt... Tripla 20, dupla 8, bedobja! Na itt az a brék! Óriási nyomás ellenére bedobja Decván. Elképesztő. Nagyon erőset játszik, egyszerűen brutális, amit Decván ide lepakol. 107,36, te jóságos ég! Ez az első leg, tehát ugye 14 nyilas. Oda néz. 180! Az összátlagot tekintve... 16. a meccsen, a 17. jön! 140. Mekkora lett volna ő is 180-nal kezd. 105,6 az egész ben meccset van a nézve. A negyedikben. Az ötödik, az ötödiket is bedobja, és a hatodikat meg fölé. Ott volt a helye. 29. 140 pluszos dobása. Brutálisan játszik tényleg. 180! 181-e mind a kettő! Ezt ott a néz! Gyönyörű! Kezdem sajnálni a tripla 20-ast. 36-ja maradt Decvánnak, 10 nyilas lehet. Ott is van egy tripla. Meg ő is megcsinálja! No! Hogy nem! Azt a mindenit, 50 maradt! 2-0 lehet, dupla 18, bedobja! 10 nyilas leg, eddig
Ha jól emlékszem, Nico Kurznak volt csak 10 nyilas legje ezen a világbajnokságon. És tényleg, csúszik, egy. Azt egy szekvő elképesztő, hiba. Mit dobnak. És ott jön a tripla, 125 vissza. Ez fölötte. Ez tényleg betegszik már az Adrian Lewis, Darren Webster meccs. Hát játékszínvonala magasabb. Izgalmas, így van. Izgalom, igen. 100-as, csak az a különbség, hogy itt most Csizinek nagyon kell kapaszkodni, ez az utolsó szett. És ezt nem bukhatja ezt a leget, ezt mert nem. A vége. És egy 140-nel jelzi, hogy azért ő még ott van. Ez csak a következőt se bukhatja. Tehát most kettő zsinórban nyernie kell, hogyha még meccsben akar maradni. 140, 136-ra megy le. Kiszálló átcsó pályán. 56! Oha! 120 marad az egy van baj. 120-ról mindenképp ki kell szállni, és még az is kell, hogy Decván ezt elrontsa. És ezt elrontotta. Kicsit elrontja, mert 58-at dob csak. Az egyik feltétel az teljesül. 120! Egy szektor! Kell még a... Fú, ki kell állnia, igen, betakart neki. Ó, te jó ég! És egyes dob! Decván kezébe helyezi a sorsát. Biztosan lesz nyila, ha a szektort eltalálja Decván a győzelemért. 78-ra. Megvan, szép. Két nyila van a meccsért. Bedobja! 3-0-ra nyeri az utolsó szettet. És a holland megy tovább. Hát ez nagyon durva szett volt Jeffrey Decvántól. Hiszen dobott egy 10 nyilast benne, dobott egy, most egy 15 nyilast. Fú, hát ez nagyon kemény parti volt a holland részéről. 31 darab 140 pluszosa volt, 7 darab 180-a. 14, 10 és 15 nyíl, ez az utolsó szettje Jeffrey Decvánnak. Egészen káprázatos. 106,33 maximálisan a legmagasabb. Éppen az előbb képen látható. Sörnek is alacsonyabb volt az átlaga, mint a vesztes Dave Chisnallnak. Egészen hihetetlen parti. Szusszanunk egyet, és aztán igen, jövünk hát, vissza. Ha már valaki, valakiről mindig valaki eszünkbe jut, valami híresebb szín, és nekem Sörlől leginkább most a Joker című filmet eszembe, úgyhogy elmegyünk, aztán várjuk vissza. Kérdezünk, hány Joker lesz majd a színpadom. Mindjárt fog.